utazunk, együtt nevetünk. Ez a mottója annak a baráti körnek, mely együtt síel, kerékpározik, vagy éppen evez. Jó volt, az elején kicsit gazos, tele van Tavi Józsával, de kár széttörni, de egyébként nagyon szuper. Tavaly minden hónapban megeveztük. December 30-án kezdtünk, az idén kicsit előbb indultunk, és minden hónapban áprilisig megeveztük a csatornát. Nagyon jó volt, köszönjük szépen, szuper volt, nagyon jó. Örülök, hogy itt lettem, gratulálok, hajrá maszatok. Le a kalappal, nagyon jó volt. A Bettina volt a kapitány a hajóban, kiabált, verekedett, csapkodott, szitkozódott, úgyhogy mi ketten hátul elvoltunk. De ilyen volt. Egész idő alatt nem csinált semmit. Tehát ő volt hátul, én neveztem, mint az őrült, de ő semmit nem csinált. Tehát most takarítson is, így van. Jó volt. Hát, szépek a virágok, nagyon érdemes ide jönni a természetbe. Elfáradtál? Nem, hát ez egy laza evezés volt. Ez ilyen havi, hogy meglegyen az élmény. A novemberi hideg sem szegte kedvét annak a húsztagú társaságnak, akik evezőt ragadtak, hogy a Hévízi tó és a Kis-Balaton közötti Hévízi árok több mint 11 kilométeres távját végiglapátolja. Főleg télen jó, mert ez melegvízű csatorna, de az országban talán ilyen nincsen, és egész télen evezhető. Télen megismételjük, télen a mínusz 10-ben ugyanezt megismételjük. Tehát nem volt elég kemény. Tehát keményebbet akarunk durván itt lakni, itt aludni, benne együtt élni a természettel. Minden. Nincs egy olyan pillanat ebben, ami ne lenne jó. Csodás. Gyönyörű természet, jó barátok, boldogság, kikapcsolódás és mosoly. Semmi másról nem szól az egész. Nagyon szuper volt, és mindenkinek ajánlom. Azt bánom, hogy nem volt 6 méteres hó. Ez a szorosabb baráti társaság, így síelünk együtt mindent, ami belefér. A Tavi Rózsát és a természet ezer csodája felejthetetlen élményben részesítette a sportembereket. A festői tájon való evezést néha a sűrűnben őt nád, vagy a vadvíz felett átívelő hidak tették még izgalmasabbá. Biztos, ennek még lesz folytatása. A hévízi árok még a legnagyobb hidegben sem fagy meg, így télen is bátran kajakba vagy kenuba ülhetnek a vállalkozó kedvű sportemberek. Nehéz kihívás. Az emberek, a jó idő. Lesz. Meghívunk. Ez a világ legjobb dolga. Következő hónapban, legközelebb talán hó is lesz. Ha lesz.